győzelemmel zárná a nyarat a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Szent Gellért fórumból, ahol a negyedik helyezett házigazda fogadja a 15. Csákvár együttesét. Az eddigi 5 mérkőzésből 3-at kapott gól nélkül hozott le. Horvátő fejjel közben, és meg volt az első szegedi lehetőség. Kevesebb mint 5 percet kellett erre várni. Most pedig a szabadrugással sáfárkodhat a Csákvár. Ott egy lövés, és a keresztlécről vágódik a kapu fölé. Beléptünk a 17. percbe. Prosser Dánielt figyelhetjük. Élesen a kapu elé, nem volt rossz ötlet. Borvető próbált rárobbanni a labdára. 33. perc. Csákvári sarokrúgást figyelhetünk. Ez is veszélyes ám. Most Gera szabadított fel. Mészáros lövése után ismét Gera küldi előre a labdát. Ezzel pedig Prosser nyargalhat. A hosszún Borvető érkezik. Prosser már a 16-oson belül jár. Prosser visszahúzza a ballábára, és aztán kapu fölé durrant. Szilágyi, és most baj van. 2-1 indulhat meg a Csákvár. Nagy Zoárd fejős kérné tőle a bal oldalon. Nagyon szép mentés Nagy Zsombor. Nem lehet azonban fellélegezni. Fejős bicikli cselezget, aztán jön egy lövés. Molnár Farkas! Gera, egyérintős játék. Lerántani sem tudja őt Farkas úr él. Gera rálövi, nem sokkal megy kapu mellé. De szép gól lett volna. Átsorok Farkashoz, lekészíti, ott egy lövés, gól. Farkas Aurél nem lőtte el egyből, lekészítette a második hullámban érkező Tamás Nándornak, aki egy jókora szerencsével bevette Molnár Farkas kapuját. Az 51. percben előnybe kerül a Csákvár. 54. perc vége, Prosser. Ott eltűnt Szilágyi, méghozzá nem magától. Tóth suhintja rá, megpattan! Újabb szöglet. Megint csak Borvető felé jön. Hatalmas csatában ott Karacsal, hát kifelé szabadrugás. Hát egyre nevetségesebbek ezek a játékvezetői ítéletek. Azt kell, hogy mondjam, bántás nélkül. Többen is előre törnek most a fehérmezesek közül. Jön a beadás a bal oldalról. Középre vágódik egy lövés, 2-0. Hát ezt nem hiszem el. Látszólag egy veszélytelennek tűnő beadás a bal oldalról. Szilágyi fejére azonban pont középre vágódik a laszti, a csereként beálló Gazdagvajk pedig elemi erővel bombázott a szegedi hálóba. 97. perc, Magyar. Szilágyi megcsúsztatja. Itt a vége a mérkőzésnek, és vele együtt a Szeged Csanád Grosics Akadémia 123 napon át tartó veretlenségi sorozatának. Az Akvitál FC Csákvár Tamás és Gazdag góljainak köszönhetően 2-0-ra nyerni tud itt a Szent Gellért fórumban.